A Bibliának van egy különleges hatalma, ugye, mert Isten szava, hogy teremtő erővel bír és életet változtató hatalom van benne. Most ebben gondoljatok bele, hogy amikor olvasod a Bibliát, bár betűket olvasol, és azt mondod, hogy ez nagyon jó gondolat, ez nagyon megragadt, ez nagyon jó volt. Tehát egy irodalmi alkotást, ha úgy tetszik, fogsz a kezedbe, de mivel Istentől van, ezért megérint a szívedet. És azt mondod, hogy ez az. Ezt akartam valahogy én is megfogalmazni, de ez összefoglalta, mi van velem. Hogy úgy leleplezte, mi van bennem. Igen. Kárt akargatni. Hát ezért fantasztikus könyv a Szentírás. És ezért jó ezt megnézni. Aztán érdekes látni azt is, hogy vannak emberek, akik olvassák a Bibliát, és mégsem változnak. Akkor hogy van ez? Hát úgy, kedvesem, hogy képzeld el, a Biblia nem varázskönyv. Nem receptes könyv. Hogy kiolvasom, megcsálom, azt csá. Hanem ez egy olyan könyv, ami a szerzőre irányítja a figyelmünket, és a szerzővel való kapcsolata terelget minket. És akkor észrevesszük benne, hogy a szerző szól hozzánk, és már a szerzővel vagyunk közösségbe, Istennel akkor ér valamit. Az Isten tisztelt ugyanígy. Tehát nézzetek félre, jó dolog az, hogyha most eljövünk, együtt vagyunk, bármi más partin is találkozhatnánk, éppen nem kell ahhoz Isten tisztelt. De miben másabb ez? Ha semmiben, nagy bajba vagyunk. De ha valamibe, akkor megtaláltuk a lényegét, hogy ha itt van az Úr Jézus, és az ő jelenlétében lehetünk. Hogy minek van hatalma, minek van ereje, ami átjárja az életünket, formál, alakít, és segít a véleményalkotásban, segít az értékrendünk kialakításában, megerősödésében. Nagyon fontos a mai világban, én úgy gondolom, hogy ezt valójában megéljük, megértsük. Tehát nézzétek, annyi hatás ér bennünket. Most őszintén, annyi minden történik velünk, annyira megy az idő, annyira erőszakosak a hírek. Ha akarod, ha nem hallod, jobbról, balról, mindenhonnan, már se tudod, melyik az igaz. Hogy tudsz megmaradni normálisként, józanul? Úgyhogy nem roppansz bele, és mégis itt vagy két lábbal a földön, de azért a szíved és a fejed az nem lefele húz, hanem fölfele visz Isten fele. Hogy lehet ezt megélni? Úgyhogy ha figyelünk Istenre, kell hozzá józanság. Gyerekek, józanság nélkül nem megy. Tehát Isten azt akarja, hogy használd az agyadat. Használd a gondolkodásodat. És azt is mondja Isten, használd a szívedet. Vannak dolgok, amiket nem elég csak felületesen, lexikálisan megérteni, meg kell szívlelni, mondja a magyar. Nagyon jó. Meg kell szívlelni, meg kell érteni a valódi értelmét. És ha megszívlelted, akkor hoznod kell egy döntést. Sőt, azt mondom, hogy párhuzamosan már ezzel hozol egy döntést. Hogy amit megértettél, azt befogadod, vagy nem? Meg kell szívlelni. És a szívünknek is, a szellemünknek is vannak érzelmei. Mi érzelmek? Nem felületes érzelmek. Nem egy első benyomásból fakadó érzelmek. Most szimpatikus vagy nem szimpatikus most. Nem érzem jól magam, mert balábbal keltem föl most. Süt a nap, pedig én esőt akartam, vagy fordítva. Nem erről szól. A szívnek az érzelmei mélyek, amikor azt mondja a magyar megint csak, hogy szívemből megszerettem, szívemből megutáltam. És erre van szükség, hogy az egész életünket, a szívünket, ami a Biblia szerint a döntéshozatalnak a központja, átjárja Istennek a jelenléte. És hogy más ember legyek. Vagy az új ember, aki újonnan született Jézus kegyelme által megerősödve, diadalt arasson a kísértésen, a bűn fölött, a régi, óemberi, hiába való természet fölött. Értitek? A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, érted? Nem kínozni kell magunkat, csapkodni csalánnal, vagy verni a másikat, vagy üldözni a másikat. Ez ma arról szól, hogy más ember leszel, és meg tudod szelidíteni magadat, és meg tudod feszíteni az egészet. Jézus mond egy ilyen brutál dolgot, aki utána akar jönni, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Hú, adja magát oda, feszítse meg, adja halálba. Normális az ilyen? Igen. Mert így nyered meg az örök életet, amit nem tudsz elveszíteni. Hogy kész vagy letenni azt, ami a tied. Azt mondani, hogy ez a bizalom, ez a hit, hogy Uram, én nagyobbnak látlak téged, mint az én vágyaim és az én gondolataim. Te nagyobb vagy Istenem. Sokkal nagyobb vagy ennél. Tehát lehet, hogy most nem így látom. Lehet, hogy nekem ez lenne a vágyam. De leteszem elít, ha te máshogy akarod, írd fölül. Fontos az Istennel való kapcsolat.
ami örökké tart, és már itt a földön van kihatása, már itt elkezdődik ez az élet. Tehát, hogy Isten ezt szeretné, egy teljes életet adjon nekünk. És látom azt, sajnos látom azt, hogy kétféle keresztény van, sajnos. Az egyik keresztény, most a rossz fajta keresztényekről beszélek, belül van kettő fajta, jóból meg van egy, aki jó. A rosszból van kettő fajta. Az egyik fajta az, aki mindent értelemmel akar megragadni. Igen, olvastam, igen, így van, igen, akkor ez jó, igen, akkor erre ráállítom magam, igen, akkor ezt így kell csinálni. Ez félig jó. Ez félig jó. Hiszen nem dobta le az agyát, hanem megfogadja a Róma 12:1-2-t, hogy odaszánja az életét okos Isten tiszteletként Istennek, igyekszik megújulni értelmében, hogy Isten hasson rá, és hogy jó, helyes döntéseket hozzon, hogy megítélje, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsz, és tökéletes. Félig jó. A másik probléma a másik csoporttal pedig az, hogy a másik csoport pedig azt mondja, hogy ne gondolkodjunk olyan sokat, csak az átélés a lényeg. Nem? Átélted, vagy nem élted? Volt erő, vagy nem volt erő? Működött, vagy nem működött? Döltél jobbra, döltél balra? Rászkódtál, kukorékoltál? Mit csináltál? Ez az Isten. Ez az Isten. És nem változik az élete rendesen, és nem érti meg a Bibliát, és felületesen olvassa, mert csak ezekre az élményekre fókuszál. Tehát értek, a kettő fél igazság. Ha ezt a kettőt egybe gyúrom, akkor az oké. Tehát végiggondolom az értelmemmel, megújul, megítélem, új belátásra jutok, mélyebb belátásra jutok, hatása van a döntésemre, és hagyom, hogy érzelmileg is átjárhasson. És nem csak az agyammal akarom fölfogni Isten jelenlétét, hanem úgy, ahogy vagyok. De nem adom bele magamat bármi butaságra, bármire csak azért, hogy valami katartikus, valami élményt, vagy bármi mást átéljek. Hanem azt akarom, hogy átéljem Isten jelenlétét. Úgy, ahogy a Bibliában van. Ami jó. Most elérkezek ahhoz a témához, ami nagyon megosztja a kereszténységet. Profétálás is, de az nem annyira, inkább a nyelveken szólás. Az megosztja a keresztényeket is. Valaki azt mondja, hogy az biztos, hogy nem lehet Istentől. Valaki meg azt mondja, hogy ha te nem szólsz nyelveken, akkor nem is vagy hívő. Na most mi megpróbálunk itt maradni a középen, egy ilyen keskeny úton, és minket mindenki támad emiatt. Mert azt mondom, hogy létező ajándék, de nem mindenki kapja. Most innestől kezdve, aki azt mondja, hogy nincs, azt mondja, hogy mi, te karizmatikus, szélsőséges. A másik meg, nem kapja mindenki, hát nincs hited, nem vagy igazi hívő. Ugye? Mit csináljunk? Maradjunk középen, én azt javaslom, maradjunk a keskeny úton. Nézzük meg, mit mond a Biblia, és ez érdekeljen. A Biblia értelme csak akkor lett valaki karizmatikus, hogyha megtért, újonnan született, megkapta az örök élet ajándékát, és emellé Isten adott neki egy-két karizmát, hogy használjon vele. Na most, akkor erről beszélek. Nagyon fontos dolog egyébként szerintem a nyelveken való szólás. Főleg egy olyan társadalomban, vagy olyan gyülekezetekben, hogy sok az értelmiségi ember, sok a racionális ember. Hogy Isten ne korlátozódjon le csak az ész értelem szintjére, hanem Istennek nagyobb teret tudjunk adni, úgy is, ami fölül múlja azt, amiben szimplán vagyunk. Nézzük meg így a Bibliánkba, a Korintusiakhoz írott első levél, 14. fejezetét, az egész fejezetet el fogom olvasni, kérlek, nyissátok itt ki. Csak egy kicsit elhelyezem valahol a korintusi levélbe ezt a fejezetet. Jó? Mert ez nem független a levéltől, hanem a levélnek a része. Mondok valamit nektek. Nyelveken szólásról, ilyen értelemben, mint a karizmáról, egyfajta tanításról, a korintusi levélbe beszél csak Pál. Tehát más helyen nem olvasunk. Olvasunk még Márk evangélium a 16. fejezetében. Jézus mondja, hogy az új nyelveken szólnak, ez is része lesz annak, vagy akár a gyógyítás ajándéka, vagy bármi egyéb, hogyha valaki Jézusban hisz, hogy némelyek ezt, némelyek azt az ajándékot kapják, illetve az apostolok cselekedeteiben is olvasunk róla. Ezeket röviden meg fogjuk nézni, miről is szól.
De a korintusi levél azért íródott meg alapvetően, mert a korintusi gyülekezet egy nagyon sokszínű gyülekezet volt, mindenféle társadalmi réteget lefedett, és hát ott mindenféle dolog működött. Elég komoly okkultizmusból tértek meg, és sokszor ez az okkultizmus, ez a miszticizmus, ez a pogány miszticizmus keveredett ugye az Istennek a szentségével. Egyébként hagy erőjem el nektek, hogy alig van olyan pogány kultusz, vagy neopogány kultusz, amiben ne lenne nyelveken szólás. Szinte mindegyikben van. Transzba esve, különféle isteni nyelveken elkezdenek szólni, mondani, kijelentéseket kapnak. Akár a Reikibe is benne van ez, akár a táltos hitbe, a magyar táltos hitbe, akár a törököknél a dervisek ugye forognak minden kijelentést, transzba esnek, kijelentéseket kapnak, mondanak valamit. Tehát ezzel nem mondtam új dolgot. De akkor miben másabb a bibliai nyelveken szólás, mint ezek a misztikus dolgok? Egy nagy kérdés. És mivel nem jól gyakorolták ezt, és volt egy katyvasz, ezért kellett írjon Pál nekik egy levelet. Nos, ha megnézem az első fejezeteket, 11. fejezetben például az úrvacsoráról beszél. A szentségéről, a méltóságáról, az üzenetéről, és utána pedig rátér a kegyelmi ajándékokra, a szellemi ajándékokra. Tehát mondja Istenből a titkokat Pál, hogy ez a szövetség, és a szövetség Istene ad ajándékokat, hogy itt a Földön kiteljesedett életet éljünk, megerősüljön a gyülekezetünknek az élete, és használni tudjunk másoknak is. És akkor beszél az ajándékokról úgy bevezetőleg, például a végén nagyon fontos az, ahogy elhangzik, tehát, hogy nem mindenki apostol, nem mindenki proféta, nem mindenki csodatévő erővel bíró, nem mindenki szól nyelveken. Tehát ez így konkrétan kimondja Pál az 1 Korintus 12-nek a végén. Fordítástól függ, elárulom nektek, hogy a görögben nincsenek írásjelek, tehát nincs kérdőjel, vagy nincs pont. Na most mondok nektek egy hasonlóságot. A magyarba egy kijelentő és egy kérdő mondat között mi a különbség, ha nincs benne kérdőszó? Mert nem kell nekünk benne kérdőszó legyen. Így van, a hangsúly. És hogy? A hangsúlyt a végén, ha kérdés van, akkor merrefele visszük? Fölfele. Így van. Tudtátok, hogy az angolban nem kell fölvinni a hangsúlyt kérdő mondatnál? Az úgy is értelmes, mert az angol kérdő mondatban ugye megváltozik a szórend. Tehát ott eleve tudod azt, hogy most kérdő mondatról beszélünk, vagy nem. Na, a magyarnál csak a hangsúly dönti el. De értitek, hogy most egy gép hangon végigmondaná így az egészet, azt se tudod, hogy felkiáltójel, kérdőjel, font, vagy mi van ott. Tehát érted? Nem lehet így tudni. A görögben se voltak ilyen írásjelek, és nem mindig egyértelmű. Tehát valaki ezt így fordítja itt az 1 Korintus 12 végén, hogy mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, hát mindannyian apostol, hát mindannyian gyógyítók. Tehát lehet így kérdésként is, hogy hát ugye, hogy nem mindenki az, vagy lehet ezt így is értelmezni, hogy hát nem mindenki rendelkezik a gyógyítás ajándékával. Nem mindenki rendelkezik. Tehát ez így is fölfogható, de tök mindegy, hogyha kérdezem, és így kérdezem, hogy most őszintén, ezt megkérdezem, hogy van halhatatlan ember, akinek soha nem árthat semmi? Van tökéletes ember? Kérdést tettem föl. De benne van a válasz. Tehát mindenki érzi ebbe a válasz, hogy a válasz az nincs. Nem. Ugye? Tehát mindenki apostol. Dehogy is, hát nem mindenki apostol. Ezt látjuk a Bibliában. Mindenki rendelkezik gyógyító ajándékkal? Nem rendelkezik mindenki. Mindenki szól nyelveken? Erre van olyan felekezdekezni, hogy igen. Logikai bukvenc. Most mondod az előbb az összesre, hogy nem. Erre meg igen. Mindannyian meg tudják magyarázni? Hát nem. Akkor miért ragadsz ki egy fél mondatot, és arra miért mondod, hogy igen, mikor az összes többi a szövegkörnyezetben az a válasz, hogy nem? Ugye? Értitek? Tehát mert elfordulunk a Bibliából, kiragadunk egy mondatot, és azt szépen magyarázzuk. A teológiai nézetünknek megfelelően. De a fordítottja legyen igaz, kedveseim. A Bibliát olvasva alakítsd ki a teológiai nézetedet. És ne fordítva. Ne a teológiai nézetednek megfelelően olvasd a Bibliát. Ez borzasztó. Mert ha te így olvasod, az úgyis mindig azt fogod beleolvasni, amit látni akarsz. Ha úgy olvasod a Bibliát, uram, párkapcsolati kérdésem van, igen vagy nem? Ugye igen?
Ugye igen? Bármi legyen a válasz, úgyis azt fogja önben, igen. Igen. Vagy ha azt mondja, nem, ez nem nekem szólt. Lapozzunk egyet. Addig, ameddig nem lesz egy igen. Ó, oh, yeah, ez az. Ugye? Tehát nem ilyen az ember. De ha úgy olvasom, uram, mi a te akaratod, akkor hamarabb meg fogod érteni, és Isten bízál benne, hogy Isten legjobbat akarja. Ez a hitetlenségnek a jele, az Istennel való bizalmatlanságnak a jele, hogy nem bízok benne, hogy ő jó és a legjobbat akarja. És pont ezért Pál a végén azt mondja itt az 1 Korintus 12-nek, hogy fiatek, törekedjetek már inkább a fontosabb ajándékokra, mert vannak fontosabb, értékesebb, hasznosabb ajándékok, mint például a profétálás, és a felsorolásnak a legutolsó eleme a nyelveken szólás és a magyarázat, ami az a legkevésbé fontos ajándék. Tehát miért pont ezt súlykoljuk túl, azt nem értem. Érted? De hogy ez a pici akkora kavarodást okoz, az is tuti, mert megosztja az embereket, megosztja a gyülekezeteket, lezérózza az embereknek a hitét, az agyát, minden. Miről beszélünk? Törekedjetek erre, viszont szeretném megmutatni ebből kifolyólag, vagy inkább ezen felül a legkiválóbb utat, a tökéletes utat. És ez a tökéletes út pedig az isteni szeretetnek az útja. És jön az 1 Korintus 13 a szeretet himnusz. Tehát ezt se kell kivenni onnan a helyéből. Mert nézzétek csak, az 1 Korintus 13 eleje az a kegyelmi ajándékokról szól. És a helyes használatukról szól. Tehát ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, na, öcsém, úgy szólok, hogy az angyali szellemi világ megértíti meg nem. De én így is tudok szólni. Tehát pontosan, hogyha ilyen hozzáállásom van, mert szeretet nincs bennem, mert nem az a szeretet van bennem, mint Krisztusban, olyanná lettem, mint egy pengő érc, vagy egy ilyen csengő-bongó cintányér, amit összecsaptak. Ilyen érces, ilyen hangom van. Hallják az emberek, csak inkább fájdalmat okoz nekik, és zavaró, és kizökkentő, mint sem, hogy valami szép dolog legyen, megérinti a szívemet, és elgondolkoztat. Érted? Menjünk tovább. Miről beszél még itt a Biblia? És a prófétálni is tudok, hoppá, ha minden titkot ismerek is, még az ismeretigé is, és minden bölcsességnek a birtokán vagyok, tehát a bölcsesség igéje is itt van az életemben. Hoppá, és teljes hitem van a hit ajándéka nekem. Ugye? Milyen hitem van, öregem? Úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el. Nem gond a földrajz dolgozat, mert azt mondom a tanárnak, hogy hol van az északi középhegység? Hát szerintem Pécs mellett. Szóval nem ott van. Jézus neve. Jó, de ott van, bocsánat, akkor ötös. Érted? Ha ilyen hitem van, hogy az összes földrajz dolgozatom ötös, hegyeket mozdítok el. Most viccelek ezzel, de értitek? De szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Megint miről beszélek? Ez ismeret, a profétálás, a nagy show, az előadásot vagy elől, minden egyéb, a hited, ez az Jézus, én megparancsolom Jézus, kiparancsolom mennyiből Jézus nejébe, így meg úgy. És még lehet, hogy még működik is valami. Még lehet, hogy még meg is lesz. De ha nincs benned igazából Istennek a szeretete, nem ez jár át, nem így tudod átadni, semmi vagy. Semmi, egyszerűen figyelj. Tudod, mi az, hogy semmi vagy? Azt jelenti, hogy azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek téged. Senki vagy, semmi vagy. És soha nem ismertelek téged, és amikor eljön az utolsó pillanat, akkor azt mondja, hogy távozz tőlem, te gonosztevő. Te semmi vagy, meg semmi. Nem ott vagy velem, ahol lenned ki, nem a helyeden vagy. Érted? Bár tele vagyok mindennel, mert nincs bennem Isten szeretete. Azt hiszem, hogy majd én osztom az észt, adom a bölcsességet, az ismeretet. Majd én mondom, hogy így hit, úgy hit. De nem ér semmit az egész, semmi vagyok. Mert nincs bennem az Istennek a szeretete, ami olyan túlcsordulóan betölt, hogy ezt adom át másoknak is. Menjünk tovább. És ha szétosztom egész vagyonomat, testemet tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, hát semmi haszom abból. Az adakozás ajándékáról beszélünk, ugye? Ugye, így tudok, így szétosztok mindent, megteszek mindent vallásos dologból, kegyességből, nem tudom miből, de nem igazából Isten szeretete indít, hát semmi értelme nincsen. Bármennyi pénzt szétoszthatsz, nincsen értelme az egésznek. Semmi hasznom abból. Tehát Istenhez se kerülök közelebb, és igazából más se segítek Istenhez közelebb. Igazam van? Gondolkozzunk akkor erről. Mit jelent? Tehát, hogy ész nélkül karitatív tevékenységet folytatni, nincs értelme. Nincs értelme. Az, hogy elválasztom
a javakat az egészséges munkától, az embernek az önbecsülését lerombolom, rászoktatom valamire, egyre kiszolgáltatottabb lesz a helyzete. Még többet ártok vele, ha több generációban gondolkozom, vagy hosszabb távon gondolkozok, mint amit használok. Nem arról van szó, hogyha kell sürgősen adni valamit, hogy ne adjak a másiknak. De hosszú távon érted, hogyha ez fönnáll, valaki meg van szorulva. Segítünk neki. Ahogy mondtam, az adakozás ajándéknál. De rendszeresen az nem biztos, hogy ez a célra vezető. Tehát semmi hasznom abból. Se a másiknak, se nekem. Nem lesz Krisztusba vetett hit, nem lesz örök élet, nem lesz valóság. Mullandó dolog lesz az egész. És ugye a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem géret haragra, nem rúlja fel a rosszat, nem örül a hamiságnak, de viszont együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, nyelveken valószínűleg meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, akkor minek még a tökéletes? Életlen, nem? A töredékes. Amikor gyermek voltam, hát úgy szóltam, mint gyermek, és úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekek dolgokat. Mert most tükör által homályosan ilyen talányokba látunk, akkor pedig színről színre fogunk. Most tök töredékes az ismeretünk, akkor pedig úgy fogunk ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért még itt, jelen helyzetünkben megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, mert ez nem fog elmúlni. Igaz? Mert a végén, amikor ott leszünk a mennybe, tökéletes teljességbe, valóságban már nem kell ez a fajta hit, hogy egy remélt dologba való bizalom, mert ott már valóság lesz. Nem kell a reménység, ez a reményteli várakozás, mert az már beteljesült valóság lesz. De a szeretete Istennek az örökre ott lesz és megmarad, és na ez valóság. Hogy az ott van az életünkben, vagy nem. Mondok nektek még egy érdekeset. Vannak olyan helyzetek, hogy az ember elveszíti a tudatát. Egy baleset, és amnéziás lesz. Vagy egy olyan betegség, ami nagyon-nagyon komoly leépüléssel jár. És ha találkoztál ilyen emberekkel, akár idősebb emberekkel is, ilyen demenciába szenvedő emberekkel, tehát ilyen furcsa, zagyva, már nem ismeri fel lehet a saját gyerekeit, lehet, hogy a házastársára nem emlékezik, de képzeljétek el, ezt én komolyan mondom, olyanról még soha nem hallottam, hogyha valaki olyannan született hívő lett volna, és bár amnéziás lett volna, vagy demenciával küzdött volna, hogy amikor Isten jelenlétébe került, hogy ne lett volna kristálytiszta a tudata, hogy ő Istenhez tartozik, hogy ő Isten gyermeke, hogy ő szereti Isten, hogy ő Istenhez fog menni. Nem találkoztam még ilyennel. Mert ezek nem csak az agyunkban vannak, hanem a szívünk, az életünk döntéseibe, a legmélyebb központjába az életünknek, a szellemünkbe vannak beleírva, és ezek nem múlnak el. Érted? Nem mulandó dolgok, nem mulandó gondolatok. Tehát erről beszélek, amikor az Isten szeretete átjár, az olyan nem mulandó, pontosan olyan örök, olyan hervadhatatlan, olyan teljes, hogy ez az értelme az egésznek. Ismerd meg Istennek a szeretetét, amely megjelent, megtestesült, kiábrázolódott Jézus Krisztusnak a váltságában. Ismerd meg, élj ebbe. Töltsön be ő. Mondják emberek, hogy ismerem Istent. Nek, hogy én szeretem Istent. De hazudnak. Tudod, hogy honnan tudom, hogy hazudnak? Hogy nem is hasonlítanak egy kicsit se Jézushoz. Kicsit se. Pedig azt mondja a Biblia, hogy aki megkapta a Szent Szellemet, eleve úgy lehet megkapni Isten Szent Szellemét, hogy valaki befogadja Jézust az életébe. Ugye Jézus megtisztítja a bűneitől, hogy a szentségnek a szelleme lakozást vehessen benne. És mit olvasunk? Hogy a Szent Szellemnek a gyümölcse pedig a krisztusi jellem lesz. Ez a fajta szeretet, a türelem, a hűség, a jóság, az önmegtartóztatás, ugye? Tehát amiről itt is olvasunk, hogy nem irigykedik, nem kérkedik, nem viselkedik bántóan, nem a maga hasznát keresi. Tehát amiről most olvasunk, ez át fog formálódni. Az az ember, aki nem tud szívből megbocsátani, és hordozza magába a keserűséget és a meg nem bocsátást, nem született újonnan. Nem lakik benne Jézus Krisztus.
Mert kizárt dolog, hogy aki átéli mélyen ezt az egészet, hogy ne indítaná arra belülről Isten, hogy bármilyen nehéz, és lehet, hogy nem egyik pillanatra a másikra, de ezt tegye meg. Bocsássa meg, és engedje el. Kizárt dolognak tartom, hogyha valaki újonnan született, és valláskárosodást szenvedett, de újonnan van születve, hogy Isten ne gyógyítaná be ezeket a sebeket. Akinek jobban tetszik a csebeit nyalogatni, az nem született újonnan. Kizárt dolognak tartom azt, hogy valaki ragaszkodik a teológiai nézetéhez, és nem működik az életében, és ő is tudja, és állandóan küszködik visszatérő gondolattal, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, megvőketére, vagy nem, ha meghalok, hova fogok kerülni, és nem tudja, hogy ha ma meghalna, mennybe kerülne, akkor enként csak elárulom, több mint valószínű, nem született az ilyen ember újonnan. Nem töltötte be Isten az ő jelenlétével még őt. Miért? Mert nem volt hajlandó átadni Istennek az egész életét. A fájdalmait, sebeit, kudarcait, bűneit, a vágyait, az örömeit, az álmait, az erős dolgokat, a fantasztikusan működő dolgokat. Nem volt hajlandó mindent átadni Istennek. Tényleg beszélgettem egy illetővel, és elmesélte a megtérését, nagyon bátorító volt. És ő mondta ezt, azt mondja, tudod, hoztam, megérintett Isten. Hoztam egy-két döntést Isten mellett, de éltem tovább a saját életemet. De voltam boldog. Kellett egy kis pia, kellett párkapcsolat, mert valami, miért még mindig úgy éreztem, nem teljes az életem, és kellett valami pótszer. És azt mondja, tudod, kiábrándult voltam. És sokszor úgy feküdtem le, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. De hát én magamat megtértnek gondoltam. És azt mondja, hogy egyszer csak egy tanyán lakik, ilyen wellness központán alakította, és megjelent egy keresztény csoport. Ahogy azok dicsérték Istent, azok imádkoztak, azt mondja, vágytam ott lenni közöttük, de nem bírtam azt a jelenlétet. Egyszerűen zavart, idegesített, de erre vágytam én is, és ott szerettem volna lenni közöttük. És észrevette, azt mondja, a lelkész odajött hozzám, elkezdett velem beszélgetni, és meghívott egy istentiszteletre, és azt mondja, alig vártam, hogy meghívjon erre, de amikor eljött az idő, alig mertem elmenni. És elmentem az istentiszteletre, és azt mondja, hogy láttam az embereket, ez nem képmutatóan, hanem ott tényleg szívből ott dicsérték Istent, szóval nem bírtam, hogy ne bőgjem el magam. És elmenekültem az istentiszteletről. Szóval gondolj bele, megjelentem, bőrszerkó, nagy motor, minden, én a vagány, és nem bírtam, remegett, reszketett a szemhéjem, azt mondta. És cikinek gondoltam. És tudod, mi volt? Észrevette az egyik emberke, utána jött a gyülekezetből, beszélt velem, mondta, hogy gyere nyugodtan, ne szégyelled, vállalt föl. És azt elmentem egy hét múlva, és akkor jöttem le, hogy mindent át kell adni Jézusnak. És akkor, azt akkor adtam át mindent Jézusnak. De sok lépés volt ez neki. Na jó, tök jó volt erre visszaemlékezni, és hallani ezeket, én is örülök ezeknek a történeteknek. Tehát a legnagyobb az Istennek a szeretete, ami formál, átjár, változtat. Ez egy jel. Tapasztaltad, vagy nem? Nem azt jelenti, hogy nincsenek aggodalmak az életünkben. Nem azt jelenti, hogy nincsenek fájdalmaink, vagy nincsenek ilyen kérésünk, hogy Uram, segíts, kérlek, ezen nem tudom, hogy tudok átmenni rajta. Vannak kríziseink, ez nem ezt jelenti. Vagy hogy nem ér bennünket kísértés. Meg mi néha sajnos el is bukunk a kísértésbe. Ez nem erről beszélek. Arról beszélek, érted, hogy ha valaki állandóan ebbe az állapotban van, és néha-néha kerül ki ebből egy rövid időre, az azt jelenti, hogy ő neki még egy lépés meg kéne tenni, át kéne adja az életét Krisztusnak. Na, még kicsit eltértem itt a nyelveken való szólástól, de hát ez az eleje ennek. Olvasok csak el a 14-es fejezetet, aztán röviden átnézzük, ezt nem hosszan. Törekedjetek a szeretetre. Ez a legfontosabb. Az Isten szeretetére, hogy megismerjétek, megéljétek. Ezt lehetok továbbadni. Törekedjetek a szeretetre. Buzgón kérjétek a szellemi ajándékokat. Hát leginkább azt, hogy nyelveken szóljatok? Nem. Hanem mi van ideírva? Profétáljatok. Így van. Hogy profitáljatok belőle, hogy profétáljatok. Oké? Okay. Nem pénzért, de ebből lehet a legjobban profitálni, a profitálásból. Szellemi értelemben, lelki értelemben. Hogy profétáljatok, halleluja! Miért? Hát mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Szent Szellem által szól titkokat.
Aki pedig profétál, emberekhez szól, ezzel épít, bátorít, vigasztal. Legalább kétféle nyelveken szólásról olvasunk tehát már most a Bibliában, mert a pünkösdi nyelveken szólásnak ehhez nincs köze. Mert a pünkösdi nyelveken szóláshoz Istenhez szóltak az emberek? Nem! Emberekhez szóltak emberi nyelveken. Igazam van? Hazudok? Mi van a Szentírásban? Pártusok, elámíták, médek, itt-ott, görögök között, mindannyian a saját anyanyelvünkön, ahol éltünk, ahol születünk, halljuk az Isten felséges dolgait! Értjük! Hát hozzánk szólnak! Istenről! Ez a pünkösd, a Bábelnek a fordítottja, hogy Isten egyértelművé teszi mindenkinek, mi történt. Tehát a pünkösdi nyelveken szólás az nem ez a fajta nyelveken való szólás. Nem az angyali nyelveken való szólás. Ez letisztázhatjuk, igaz? Azt is kimerem mondani, hogy a pünkösdi fajta nyelveken szólást, az, hogy értelmesen szól valaki egy általán nem tanult nyelveken, igen ritka. És ez a sűrűbb, amikor valaki egy ilyen belső ima nyelvet kap, angyali nyelveket, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, ez a sűrűbb most. Így látjuk. Tehát ritkán hallok ilyet, hogy valaki megszólal egy érthető nyelven, úgyhogy a hallgatóság érti. Hogy eljön hozzánk egy kínai emberke, és nem angolul imádkozik, hanem folyékonyan magyarul. És azt mondja neki, hogy hol tanultál magyarul? Én nem tudok magyarul, tehát te magyarul imádkoztál. Én nem, én kínaiul akartam, de hát mi magyarul értettük. Uram, csoda! Halleluja, nem? Jó, most érted, most nem kifigurázom ezt, de ezt azt mondanám, hogy ó, király! Tehát, hogy itt ilyen jel legyen. Hogy itt Isten munkálkodik, itt van Istennek a dicsősége. Egy jel, ami Istenre mutat. Egy azonosító jele Istennek. De ez a nyelveken szólás, amiről most beszélünk, ez miről szól? Ez nem emberekhez való szólás, hanem az ilyen Istenhez szól, Istenhez imádkozik. Ennek is van egy nagyon fontos lényege, mindjárt megnézzük, de meg kell értenetek. Ezért mondja a Biblia, hogy mivel Istenhez szól és nem emberekhez, ezért ezt nem is tudod feltétlenül lefordítani és magyarázni, mert ez Istenhez szól. Érted? Tehát fontos ezt így látni. Éppen ezért, tehát ez nem arra való, hogy feltétlenül itt most mindenki nyelveken szóljon egymás után. Hanem inkább profétáljon, mert aki profétál, az az emberekhez szól. Istentől jövő dolgokat látja, mi van az Istennek a szívén, és ezt mondja. Milyen alapvető fontosságú dolgot látunk itt a proféciával kapcsolatban? Hogy épít, bátorít, vigasztal. Nézd félre, nem azt írja a Biblia, hogy alapoz. Az ószövetségi proféták és maga a profitai hivatalt betöltő emberek alaptanításokat fektetnek le profétikus tanítással. Tehát nagyon aktuális, nagyon Isten szerint való tanítással. De ez a profétálás ajándéka, ez meg arról szól, hogy valakit tovább építek abba, amit már Isten megalapozott. És ne várd egy profétától, vagy egy proféciától, hogy valami vadi új dolgot jelentsen ki neked, amiről neked még halvány lila fogalmat se volt, ugye? Tehát olyan, amit neked már Isten mondott. Tehát ha valaki olyan dolgot mond, ami neked olyan távol áll tőled, hogy azt azért nagyon meg kell vizsgálni. És valószínűleg nem az Úrtól van, de lehet, hogy az Úrtól van, de nagyon meg kell vizsgálni, erőteljesen meg kell vizsgálni. Miért? Mert épít rá, épít arra, amit már Isten mondott, épít. Tovább bátorít. Bátorít, hogy amit mondott Isten, fogadd el és lépjél ki. Vagy pont vigasztal, azt mondja, hogy lehet, hogy csalódtál, lehet, hogy nem így láttad, de ne add föl, bátorodj föl újra, és az érzelmeid ellenére még egyszer menj neki, mert ez az Istentől volt. Épít, bátorít, vigasztal. Emberekhez szól, az Isten szeretetével, és hitet és az Isten szeretetét önti bele a szívünkbe. Értitek? Jézus Krisztus áldozatát emeli magasra, Jelenések 19.10, hogy a Krisztusról való tanúbizonyság tétel, akár az élete árán is, mártír, ez a tanúság tételnek a szava. Ez mártíromság. Azt jelenti, hogy az egész életén látszik az, hogy komolyan veszi ezt az üzenetet. Nem hiteltelen személy. Olyan ember, aki bort iszik és vizet prédikál, olyannak a profétálását nagyon-nagyon-nagyon kritikusan kell kezelni, és nagyon meg kell szűrni. Árazhat-e jó forrás, vagy egy rossz forrás jó vizet? Ugye? Végig kell gondolni.
Isten miért ezt a tisztátalan szemét használná arra, ha nekem elvileg van vele személyes kapcsolatom, hogy valami vadúj kijelentést bedobjon az életembe. Ami egyébként így tökre megváltoztatna mindent, és föl kéne rúgjak kapcsolatokat, és azon el kéne, hogy ne menjek. Imádkozzuk azért meg, lehet, hogy azért a testvér munkálkodik az Úr, csak hiteltelen, de attól lehet, hogy Isten akar szólni, de higgyétek el, ha Isten akar szólni, akkor még egyszer szól, és bátorít, és többször jelentik, és nem csak egyszer ilyen homályosan ezt az egészet. Aki nyelveken szól, mondja a négyes vers, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindjárt szólnátok nyelveken, de még inkább, hogy prófétálnátok, mert nagyobb az, aki prófétál, mint aki nyelveken szól. Persze kivéve, hogyha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Miről beszélünk? Tehát a nyelveken való szólás egy olyan ajándék, ami úgy tudja, nem közvetlenül, hanem közvetve tudja csak építeni a gyülekezetet, hiszen egy erős tag lesz valaki. Megerősödik az Istennel való kapcsolata azáltal, hogy egy ilyen belső imanyelvvel tud imádkozni, szelleme megerősödik, hatással van a pszichéjére, hatással van az értelmére, megújul ezekben, mindjárt beszélünk erről. Ilyen szempontból, tehát minden ajándék jó, és a nyelveken való szólás is jó, mert építi ezeket az embereket, bátorítja. Az ima életük ezeknek nagyon friss, lendületes, akik kapták ezt az ajándékot, tehát ők ezeket komolyan veszik. Vagy lehet, hogy például a művészi kreativitás, a dicsőítés, az nagyon ott van az életükben, hiszen majd olvassuk azt, hogy kiknek van az ajándékok, azok sokat imádkoznak, azok sokszor így dicsérik az Urat, tehát dicséretekben, mindenben, tehát közel kerülnek Istenhez, fölbátorodik a szívük. Ez egy ilyen szempontból jó ajándék. De most kérdezem én, ugye az igék alapján most olvastunk. Tehát akkor a nyelveken való szólás az arra való, hogy most itt elkezdjünk mindannyian most akkor süsmutolni. És bocsánat, nem kifigurázni akarom, ne értsetek félre. Vagy akkor hangosan. Ugye? Sípos testvér, tedd rám a kezedet. Várjátok, csapkodlak benneteket, mint Benihin a fősömmel. Ezt csinálja az a szerencsétlen. Ez az Istennek az ereje, meg a kenete. Szegény Gergő már így is azt hiszi, hogy elment az eszem. Hát, de a Biblia erről beszél. Bejön valaki, értitek, aki kedvel bennünket, de ugye most esetleg nincs ebbe úgy beleavatva Isten részről, azt hiszi, hogy hülyék vagyunk és örjünkünk. Na, amen, jó van, köszönöm, így van. De ezt mondja a Biblia. Hát éritek. Most erre mondja Pál, hogy néztek, viszont aki profétál, az a gyülekezetet építi. Az olyan kijelentéseket mond, mivel épül, a testvériség épül, mindenkinek a hite megérti. Meg tudja szívlelni. Pont az, hogy Isten nem akarja kiadni az agyunkat is az a dolgokból, végig gondoljuk, és épülünk, gondolkozunk, tudjuk forgatni a fejünkben, a szívünkben ezeket a dolgokat. Érlelgetni, emészgetni. Ugye? Ezek fontos dolgok. És van a nyelveken szólásnak megint egy ritka fajtája, amikor valaki ilyenfajta nyelveken kap egy üzenetet Istentől, és akkor viszont nagyon fontos, erre bátorít a Biblia, hogy éppen ezért legyen magyarázó is. Ő maga is kérje, tehát aki nyelveken szól, imádkozzon, hogy meg is tudja magyarázni, de lehet, hogy nem is ő, hanem más valaki magyarázza, és azt a profétai ajándékú testvérek közben értékelik és megítélik, hiszen ez már egy profécia lesz, egy kijelentés Istentől, egy nyomatékosan, egy ilyen jellel, egy ilyen felhívó jellel, vagy azonosító jellel, esetleg megerősítve és elpecsételve. De nem ez az. Vannak antikarizmatikusok, akik azt mondják, hogy most idejön egy angol testvér, és valaki tolmácsolhat, ez a nyelveken szólás, és ez a nyelveken szólás magyarázata. Ezt úgy gondolom, hogy ez szerintem nem. Mert nagyon pitián és nagyon hitetlen értelmezése lenne a Bibliának. Értitek? De az is, hogy itt most itt örjöngünk, és akkor most itt ilyen misztikusan itt próbálnánk itt magyarázni ilyen filmmondatok, ilyen Delfoi Jósda, hogy menj el a csatába, mert a csatában mindig van győztes. Aztán, hú! És akkor te azt akartad ebből megérteni, hogy te vagy a győztes, akkor azt mondta az Úr. De hát te jössz és veszteted, én nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy lesz győztes, nem azt mondtam, hogy te leszel. Mert elbizakodott voltál, azért vesztettél. Látod, te hibád, nem az enyém. Tehát, na, Isten nem ilyen zagyvaság Istene, meg nem ilyen blödség Istene.
Ha pedig, testvéreim, elmegyek hozzátok, na, nyelveken szólok, hát mit használok nektek, ha nem szólok egyúttal kinyilatkoztatásban, ismeretben, profétálásban vagy tanításban? Érted? De mi értelme van? Összévünk, itt hablatyol valaki. Mi értelme van? Bátorodik a hited? Változol? Nem. Az illetlenen hangszerek, például akár a fuvola, akár a lant, mondjuk gitár. Ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük föl, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita, a kürt bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Ugye? Hogy tudunk megállni a kísértés a harcokkal szemben, hogyha nem kapunk egyértelmű útmutatást? Nem tudjuk ezt az egészet megszívlelni, megérteni. Pünköskor azért értek meg az emberek, mert megértették, hogy Isten mit üzen nekik. Nem össze-vissza, nem őrjöngést láttak, hanem az, hogy Isten szól hozzánk. Olyan csodálatos módon, hogy egyértelmű legyen. Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, mit beszéltek? Hát csak a levegőbe fogtok beszélni. Miért? Mert aki nyelveken szól, Istenhez szól. Egy közvetlen kapcsolat Istennel. Talán egy ilyen kicsit ilyen erősebb fokozata az imádságnak. Érted? Nem a közösségbe való. Nem ott van a helye. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen barbár maradok, és a beszélő is idegen a barbár lesz nekem. Emlékszem, egy menyegzőre ott voltunk egy esküvőn, és akkor jöttek be a gyerekek, ilyen kis óvodás, kisiskolás gyerekek, olyan, ezek a holland gyerekek olyan csúnyán beszélnek. Hát hollandul beszéltek. Ezek meg azt hitték, hogy biztos csúnyán beszélnek, káromkodnak. Anya, csúnyán beszélnek, csúnyán beszélnek. Nem csúnyán, csak hollandul. Érted? Csak hát mivel nem értem a másikat, meg kicsi vagyok, tehát ezért olyan csúnyának hangzik, meg biztos akkor rosszat mondott, meg ki akar közösíteni, ugye? Tehát idegen leszek, barbár lesz nekem. Ezért ti is. Hát mivel rajongtok a szellemi ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy a gazdagodásotok, a gyülekezet építését szolgál. Tehát az építő ajándékokat keresétek elsőben. Ezért, aki nyelveken szól, hát imádkozzék legalább azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a szellemem ugyanis imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom szellemben, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek szellemben, szellememmel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak szellemmel mondasz dicséretet, akkor az, aki az avatatlanok helyét foglalja el, hát hogyan fog ámmet mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Hálát adok az Istennek, hogy mindjártoknál jobban tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. Azért brutál, érted? Tehát ez nyomatékosítja Pál. 5-10 000. Micsoda arány. Érted? Inkább 5 szót, tehát egy mondatot magyarul, mint 10 000 szót itt nyelveken, 2 órán keresztül nyelveken. Inkább egy mondatot magyarul. Na, az többet épít, mint a másik. Na, az lehet, hogy felkelti a figyelmet, meg hú, de jó, misztikus, csak mit épülsz ebből, kedvesem? Én elárulom nektek, voltam egy konferencián. Éhezlek Szent Szellem konferencia, az volt a neve, jöttek argentin nagy ébredési lelkészek, és akkor lehetett imádkérni, és odaálltunk sorba szépen, és így akkor mentek, imádkoztak. Döntésre hívás volt, döltek is az emberek szépen hátrafele. Hát mondom, uram, itt vagyok én is, itt is akarok. Előreálltam, imádkoztak, úgy eldöltem, mint egy darab fa. Így. Fölálltam, fölkeltem, és képzeljétek el, az ég jött a világon, semmi nem változott meg. Semmi. Tehát úgy éreztem magam, mint amikor Marci fiam csúszdázik. Lecsúszdáztam, és álltam be a sorra még egyszer. Tehát te jobb ember nem lettem, okosabb nem lettem, szebb nem lettem, gyógyultabb nem lettem, közelebb Istenhez nem kerültem, lett egy ilyen kis élményem.
És még egy élmény, még egy élmény. Jaj, elmúlt az élmény. Mert amikor elmegyünk a játszótérről, és hazamegyünk, és azt mondom, hogy most már lefekvés, meg fürdés, akkor nem igaz, én még csúszdázni akarok. Azt mondja az Úr, menj is egybe a munkába, szolgádba. Nem, Uram, én még én házra szeretnék dőlni kétszer, de nem az ágyba, hanem a gyülibe. Ugye? És persze most ti röhögtök rajta, de ha valaki ilyen háttérből jön, annak most jönnek ám a keserű élmények vissza. És ő tudja, amiről beszélek. Ugye? Milyen butaság. De erre mondja Pál, gyerek voltam, gyerekként csináltam. Most már elhagyom a gyermetek dolgokat. Ez butaság volt. Én akartam felelni az ottani vezetőknek. Használtam Istent arra, hogy az élményeim, a vágyaimat töltse ki. Tudod, miért estem hanyat? Mert hanyat akartam esni, ez az igazság. Tehát nem úgy mentem, hogy én hanyat akarok esni. De ez volt bennem, hogy olvastam ilyen könyveket, Mahesh Csavdal meg ezek. Én is akarom, én is akarom, én is akarom, én is akarom. Tehát nem Istent akartam, nem azt mondtam, Uram, szeretnék veled találkozni, milyen átformáld az életemet. Ragadj meg, küldj el szolgálatra. Nem akartam valamit, amit olvastam a könyvekbe. Én azt akartam. Nem az Istent, nem adtam neki szabad kezet, hogy jönöm, ahogy akarod úgy, nem én ezt akartam. Isten, tudjátok, milyen nagy vonalú volt Isten? Megengedte. És hála Istennek, hogy nem lett tőle bajom. Mert lehet tőle bajod. Lehet tőle bajom. Elmegyek egy szélsőséges irányba. Vagy olyan emberek teszik rám a kezüket, akik tisztátlanok és demonizálódok közben kézletétel által. Ezek nem gyerekjátékok, gyerekek. Tehát ha nagyon óvatosan kiteszi rád a kezét meg, hogy az nem gyerekjáték. Ott démonok is mehetnek az emberbe. Nagyon komoly felelősség is. Meg ugyanígy vissza is. Tehát valaki így imádkozott, te is lesz démonizált, ha így imádkozol, érte? Jóvatosan kell ezt tenni. Na, de visszatérve nyelveken szóláshoz, még itt tartunk, hogy ezt mondja Pál, látjátok, hogy is megy akkor a nyelveken való szólás? Belül, szellememben, tehát az Istennel megerősödik a kapcsolatom. Nem értem, hogy mit mondok. Hazudik az, aki azt mondja, hogy érti. Vagy, ha érti, akkor megvan a magyarázat ajándéka. De nem értem. Istennek szól titkokat. Úgy dicséri Istent, ami emberileg aggyal meg szavakkal ki se fejezhető, föl se fogható. Éppen ezért Istennel épül a kapcsolata belül. Na, akkor megkaptuk ezt az ajándékot az egyik testvéremmel. Hát, féltünk. Most ez jó ajándék, nem? Istentől van ez az ajándék, vagy nem? Kitaláltunk egy tesztet. Ezt inkább nevetséges dologból mondom el, mint sem, hogy ezt így kell csinálni. Hát olvassuk, hogy az elmém ugye szabad, gyümölcstelen, tehát az elmém üres. Na, hogyha tényleg nem mi generáljuk ezt, és tudunk így imádkozni, és nem csak össze, nem ilyeneket mondunk, hanem tényleg úgy hangzik, mint hogyha valami értelmes dolgot mondaná az ember, csak nem érthető, vagy nem számomra ismeretlen, akkor ezek szerint meg kell tudjunk oldani egy másodfokú matematikai egyenletet. És ha meg tudjuk oldani a másodfokú matematikai egyenletet, miközben folyamatosan nyelvekezünk, és a másik közben arra figyel, hogy na nem ismétli ez önmagát, meg nem ilyen össze-vissza mindenféle, hanem tényleg, akkor lehet, hogy ez tényleg nem tőlünk van, hanem az úton. Úgyhogy oldottunk meg másodfokú egyenletet nyelvekezdőles közben. Hát nem mondom, hogy az így kell csinálni, csak hát ugye nem tanított minket senki. Mi nem olvastunk erről, nem voltak tanítások, két szélsőséget hallottunk. Vagy mindenki nyelveken szól, nem szólsz nyelveken, nem is vagy ember, nem is vagy hívő, vagy a másik, aki ilyet szól, az a sátánnal lekokettált, az ilyen. Na, úgyhogy kettő között kell maradjunk. Tehát, amikor ilyen van, például hallgatod a dicséretet, és énekled ezt magadba a fejedbe, de a szellemedbe pedig mondod ezeket az imákat, ezt a dicséretet Istennek. Tehát a kettő párhuzamosan megy. Sőt, segít néha a nyelveken szólás arra, vagy segíthet, hogy pont, hogy inspiráljon, hogy ilyen gondolataid legyenek, helyes, jó gondolataid legyenek Istenről, hogy tudj imádkozni magadba, a gondolataidba Istennek, hogy tudd őt tényleg imádni, dicsérni azért, aki. Értitek? Ez egy jó ajándék, ez egy Istentől való ajándék. Nagyon segítség annak, aki mondjuk sokat lelki gondoz, és esetleg miközben valaki imádkozik és büntfal, ő nagyon szépen, halkan, csendben, szinte majdnem, hogy magába nyelveken szól, de nem magába kimondja, nyelveken szól, mert közben hallgatja, hogy mit mond az illető, nem arra akar fókuszálni, hogy ezek a bűnök rá telepén leterheljék őt, meg hogy majd utána kibeszél a másikat, véghallgatja, és hogy tudjon neki segíteni, közben imádkozik, hogy Isten adjon ebbe bölcsességet, adjon szabadulást, segítse a másikat, hogy
menjen neki az imádkozás, hogy őszintén szívvel tudjon megbocsátani, hogy bűntvallani, hogy így merjen hinni Istenbe, kérni az Isten való teljességet. Segítség ilyen esetekben. Értitek? Tehát önmagát építi, és ezzel tud segíteni másnak. Ha valaki erős, kiegyensúlyozott, az könnyebben is jobban tud segíteni másnak, mint aki leterhelt, leszívott. Te ezt értitek ti is. De nem egy olyan ajándék, ami helyettesíteni az ige hirdetés, vagy a dicsőítés helyett, akkor most itt kánonba fogjunk bele, mindenki kap egy mikrofont, és akkor, kínai jó szóltál, testvér. Jó, te meg nem tudom, hogy hogy. De nagyon érdekes. Szóval nem így megy ez, gyerekek. Tehát, és ezt mondja Pál, nézzétek csak, éppen ezért, nyilvános Isten tiszteleten azt mondja Pál, hogy nem való. Nem való az az ajándék. Kisebb körbe, imakörbe, esetleg ahol hívők vagyunk, vagy te magad, vagy egy vagy két ember, így lehet gyakorolni. Mi ki is derül, hogy valakinek van a magyarázat ajándéka. Tehát így lehet, hogy ki is derül. És akkor szépen tudsz mondani. És jó dolgokat mondasz, tehát ezt mondja Pál, te szépen adsz hálát, csak más nem épül belőle. Tehát inkább akarok 5 szót mondani értelemmel, az értelemnek, magyarul, mint hogy 10 000 szót nyelveken. Amire csak az állatok esik le, hogy a pásztor Kenneth. Jaj. Nem erről beszélünk. Értitek? Tehát attól, hogy valaki nyelveken szól, nem lesz különb ember, és nem szabad, hogy felsőbbrendű legyen másoknál. És más lenézzen. Ha valaki igazán az Úrtól szól nyelveken, az sohasem ítéli meg a másikat azért, hogy te nem tudsz nyelveken szólni, akkor te másodrangú hívő vagy, vagy nem is vagy hívő. Egy ilyen ember soha nem mond, mert épül az identitása Krisztussal, és erős. És nem megítéli a másikat, hanem fölkarolja a másikat, és segíti. Egy ilyen ember nem villog ezzel, hogy gyerünk, imádkozzunk, jó, te nem tudj, jó, imádkozok, érted, hogy megkapd ezt az ajándékot. Tehát nincs semmi, érted, ilyen speciális, ilyen hacacári, hogy nyelveken imádkoznak, érted, kézrátétellel, bukfencelve hátrafele, akkor majd te is fogsz tudni szólni nyelveken, meg ez az ilyen erőltetés, ami megy. Hogy tudsz te nyelveken szólni, csak még nem adtad át az értelmed, de a nyelved irányítását Istennek, még kontrollálod az értelmed, úgyhogy ahogy gyerekként tanultad, kezdj el dadogni. Mondja azt, hogy ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, és ha mondod ezt 10 percen kezdsz, akkor majd elkezdesz nyelveken szólni. Ez viccen kívül, én hallottam ilyet, és voltam is ilyen konferenciákon bőven. Hülyeség, megalázó. Ez érted, ez azt mondja, hogy Isten ilyen debil, ilyen hülye, érted, ilyen követőket keres magának. Nem igaz. Isten értelmes embereket keres. Isten olyan embereket, akik használják az eszüket. De el tudják fogadni, Isten nagyobb az értelmüknél és az eszüknél, és nem csak racionális az Isten, hanem természet fölötti is az Isten. És tényleg a nyelvünket kontrolláljuk nagyon, hogy mit beszélünk, tehát ezt tanuljuk meg, ugye a járást, meg a beszédet nagyon hamar megtanuljuk. Áldóan fékezni is kell a nyelvünket, nagyon tudatosan próbáljuk mindig uralni a szavainkat, a nyelvünket, ezért nehéz ezt az ajándékot elfogadni sokszor egy racionális embernek, hogy így átadja Istennek ezt, és bízzon Istenben, úgyhogy ő nem érti, mi történik. És nem ő kontrollál, és nem ő vezeti ezeket az eseményeket. De mégis építő, mégis bátorító, mégis jó rendben van, és Istentől van ez az egész. Na, mondjuk tovább, mert megy az idő. Azt mondja, mindannyiótaknál jobban tudok nyelveken szólni. Mit jelent? Pál apostol megkapta a nyelveken szólás 1000 kérdés 1000 válaszát, ő megtanulta az összes szókincset, tehát a vocabulary-e az ekkora volt nyelveken, ugye, a szótára, és jobban tudott nyelveken szólni, mint bárki más. A nyelvtan olyan jól menne ki a nyelveken szólás nyelvtana, mint hogyha anyanyelve lett volna. Hallották ezek, hogy te nem vagy nyelveken való? Anyanyelvi szinten beszéled, olyan, mintha onnan származnál? Ez nem ilyen. Mit jelent az, hogy mindannyiótoknál jobban tudok nyelveken szólni? Nem az, hogy többet, erősebben, sokkal több szót ismerek. Azt jelenti, hogy helyesebben. Mindannyiótoknál helyesebben tudok, mert inkább mondok 5 értelemmel, mint 10 000 nyelveken. És senkit nem akarok ezzel megbotránkoztatni, de építeni akarom a hívőknek a bizalmát, hogy ez egy jó dolog, és Istentől van ez az ajándék, akinek Isten adja. De nem kell túllihegni ezt az ajándékot. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban legyetek érettek.
A törvényben meg van írva, hogy az Ószövetségben idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, tehát így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel. Nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig, pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Egy érdekes csavar, mert azt mondja, hogy a hitetlenek miatt ne beszéljünk nyelveken, ugye az avatatlanok, azt mondja, avatatlanok, nem a hitetlenek, az avatatlanok miatt, de most azt mondja, hogy most az jel a hitetleneknek. Nem furcsa ez? A nyelveken szóló Isten dolgait mondja, építi, de hát ez a hívőknek szól. Most ezért nem azt olvastuk, hogy pont a nem hívőknek, vagy mi, vagy hogy? Na, értsük meg ezt a csavart. Mit jelent? Azt jelenti ez a csavar, hogy nézzétek csak, a prófétai ajándék az egy hívő embert bátorít arra, hogy merjen, építsen, lépjen tovább, vigasztalást kap. És igen, a prófétálásnak van egy olyan válfaja, amikor valaki a múltba, a jövőben valahogy szól, Krisztusról szól bizonyságot. Most ha lenne időnk, most mondanám, hogy gyakoroljuk, hogy prófétáljunk. Majd gyakoroljuk, házi csoportom. Szóval, nagyon fontos. Tehát ezt mondja Pál. A nyelveken való szólás pedig jel. Jel méghozzá nem az avatatlanoknak, nem a külsősöknek, hanem a hitetleneknek, akik bizalmatlanok, bizonytalanok az Isten dolgaiba. Érted? Hogy ez egy ilyen megerősítő jel. Mondok erre nektek egy példát. Emlékeztek, amikor ilyen áttörések történnek a Bibliában, akkor Isten azért mindig használja ebben a nyelveken való szólást is. Tehát, amikor apostolok cselekedetei 10-ben, 44-től 46-ig olvassuk, hogy ott van Kornélius háza népe, és betöltekeznek Szent Szellemmel, elkezdenek nyelveken szólni. Hogy Péternek egyértelmű legyen, aki hitetlenkedik és kételkedik abba, hogy a nem hívők is ilyen egyszerűen megtérhetnek, és nem kell zsidókká lenniük, prozolitánká zsidókká és onnan keresztényekké, hanem egyből pogányokból lehetnek keresztényekké. Neki egy meggyőző jel volt a hitetlenkedő Péternek, Apcsel 10.44-től 46-ig. Azt mondja, hogy hát kitilthatja meg tőlük a vizet, hogy bemerítkeznek, akik ugyanúgy kapták a Szent Szellemet, mint mi. Betöltekeztek. Mert látta, hogy valami olyasmit tesznek, ami azonnal megnyilvánulható, egy jel ajándék, tehát hogy egy jel, jelzi azt, hogy ott van Isten. De hogy teljes legyek, azért nézzük csak meg. Apostolok cselekedetei 2.4, pünköst. Ott érthető nyelveken szólnak, nem angyali nyelveken. Apostolok cselekedetei 4.31-től beszél Szent Szelleme való beteljesedésről nyelvadomány nélkül. Apostolok cselekedetei 8.17-től megint csak Szent Szelleme való beteljesedésről beszél nyelveken szólás nélkül. Apostolok cselekedetei 9, 17 és 18, Szent Szellemmel való betöltekezés, beteljesedés, nyelveken szólás nélkül, megint csak. Apcsel 10, 44, 46, amikor ugrunk, és már átmegyünk egy olyan helyre, ahol nem zsidók vannak, tehát már egy szintet kellene lépni ugye, a hitben, az értelemben, ott megvan egy jelajándék. Tehát ott szólnak nyelveken, hogy egyértelmű legyen azonnal Péternek és a kísérjének, hogy azok az emberek meg vannak térve. Apostolok cselekedetei 19, 6-tól, imádkoznak kézrátételért, vagy kézrátétellel azért, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. Ezek a férfiak, akik be voltak merítkezve, mert bemerítő János alámerítette őket, de Jézust, mint megváltót, mint mesiást még nem ismerték teljesen, nem hallották az örömhírt, hogy nem csak meghalt értünk Jézus, hanem föltámadt, és nem kapták a Szent Szellemet. Ezek a Efézusban, ez a 12 férfi. Beszél nekik Pál, megtérnek, imádkozik értük kézrátétellel, betöltekeznek Szent Szellemmel, és nyelveken szólnak. Tehát itt is fontos volt ez a jel, hogy legyen egy jel, méghozzá a nyelveken szólás által, hogy azok, akik eddig nem hallottak a Szentlélekről, a Szent Szellemről, számukra a hitetlenségükbe, a bizalmatlanságba egy megerősítő jel legyen, hogy Isten ott van és munkálkodik. Hát ez nagyon fontos. Aztán gyorsan menjünk még tovább. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és minnyáján nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok, vagy a hitetlenek, hát nem azt fogják-e mondani, hogy örjöntök, de. De ha valamennyien profétálnak, bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott,
annak mindenki a lelkére beszél. Azt mindenki megvizsgálja. És így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Kipróbáljuk? Na jó, majd próbáljuk házi csoporton. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttek, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken való szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után, egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és Istenhez. Proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el, mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A profétákban levő szellem pedig alárendeli magát a profétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek, a jórendnek az Istene. Ugye? Milyen jó. Mint ahogyan ezt a szentek valamennyi gyülekezetében történik. Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, olyan törvény is mondja, ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonyoknak a gyülekezetben beszélnie, vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el. Ha valaki azt tartja magáról, hogy prófita vagy a Szent Szellemtől megragadott ember, hát tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri fel, ne ismeri. Mertesékel. Ezért, testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való szólás se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történik. Utolsó előtti gondolatban vagyok. Tehát, miről olvasunk itt? Arról olvastunk, hogy a nyelveken való szólás, prófétálás, ez fontos dolog, Istentől van. Nem, egyik se rossz. Csak mindent a helyén kell kezelni. Értitek? Tehát, mindennek megvan a maga helye, rendje. Tehát, ha leülsz ebédelni, mi magyarok szeretjük a levest, szeretjük a főételt, és még desszertet is. De csak desszertet enni hosszú távon nem olyan jó. És te is érzed, hogy úgy hiányozna egy jó leves. Már 2 hete nem ettem egy jó levest, de jó lenne egy leves. Ugye? Erről beszélek, érted, hogy a desszert az maradjon desszert. Az azért desszert, mert különleges, finom, ott van minden. Ne tulajdonítsunk többet egy ajándéknak, mint amit kell. Ne legyen az a fókuszba, hogy megosszon bennünket, hogy félreértsük, ami nem feltétlenül a legfontosabb, legtáplálóbb. De jó dolog, jó dolog. De inkább törekedjünk a fontosabbakra. Tehát, hogyha most csinálni kell egy ebédet, mert jönnek hozzánk vendégek, akkor, hogyha most nincs desszert, nem fogunk belehalni. Érted? Ha van egy jó leves, meg egy jó kis husi, kis körettel, az már jó. És majd mondunk egy kekszet, tudom én, ha nem sikerült sütni. Ha most tételezzük, hogy nem tudunk nyelveken szólni itt a gyülibe, vagy hát nincs magyarázó, és nem gyakoroljuk. Hát képzétek el, attól még meg lehet térni, és még működik a gyüli. De ha mindenki nyelveken szól, és itt aztán nincsen igehirdetés, nincsen evangelizáció, nincs semmi, akkor gratulálok magunknak. Nagyon ügyesek vagyunk, sok értelme nincs. Tehát értitek, hogy kezeljük a helyén. Ezt mondja Pál, vannak fontosabb, hasznosabb, ezt így kell érteni, hogy többeket építő, bátorító dolog, például a profétálás. Itt még kitér az asszonyokra egy kicsit. Ezt még azért elmondom, ugye? Az asszony maradjon hallgatagabb gyülekezetbe. Ez mit jelent Norbiről? Ez köszönöm bele, érted? Nagyon kösz. Végre idézhetem Csillának. Szóval végre legalább egy helyen én beszélhetek többet az a gyülibe. De jó, hogy eljöttünk a gyülibe. Férjek is szeresenek járni gyülekezetbe. Na, nem ezt jelenti, hogy a nők nem beszélhetnek, hanem arról van szó, hogy nézzétek meg, a Bibliában nincsenek női apostolok. Mondtam valakinek újat? Nem voltak női apostolok? Hát nem. Várjál. Női tanítók, pásztorok? Az sincs. Akkor mit csinál egy nő? Nézzétek meg. Előáll, hogy kaptam egy proféciát az Úrtól. És kiáll, és tanítást mond el. Ki jön bizonságot tenni, és nem bizonságot tesz, hanem tanít. Így kell csinálni. Hogy azt mondja, hogy kaptam egy nyelveken való szert, tehát minden, ő ott akar lenni középen, és ő mutatni akarja. És erre mondja Pál, hogy na hát gyerekek, ez így nem megy. Érted? Nem biblikus.
Nem Biblia. Lehet vitatkozni vele. Ott van a Bibliában, olvasd el, nem tetszik, vág ki. Ennyi. Nem? Sőt, az egész Bibliát is bedobhatod a kukába, aztán olvasd csak a könyveiket ennek, ezeknek a karizmatikus hölgyeményeknek. Ennyi. Tehát érted, ez erre mondja Pál, hogy ne vegyék át az irányítást trükkökkel, hogy majd én így, most nyelveken szok, most profétálok, most ezt csinálom, most azt csinálom. Legyünk korrektek. Isten a jó rend Istene. Megvan ennek az oka, hogy miért. Egy nőnek ugyanolyan helye van a gyülekezetben, mint egy férfinek. Egy nő nincs elnyomva igazából a gyülekezetbe. Érted? Tehát most megint csak ez a mai liberális világ, ez ugye, itt is van, lehet két sargentini, aki majd ezt gondolja magába, ugye, hogy elnyomják a nőket. Himsozvinista, fasiszta, kommunista, cionista, mit tudom én, hungarista, mindenféle ista, baptista, mindenféle gyülekezet az ilyen. Ugye? Nem erről szól, de ne értsetek félre. Itt a hölgyeket ugyanúgy értékeljük. És mindenkinek van szerepe ebbe a gyülekezetbe. És nem fontosabb a lelki pásztor bármelyik másik tagnál. Az a baj, hogyha a te fejedben van ilyen gondolat, hogy én nem vagyok olyan értékes, és én nem számítok. Ez a baj, ezért nem tud építeni rád az Úr, ezért nem tud beépíteni a gyülekezetbe, mert nem vállalod ezeket, a felelősséget és a terhet. Nem is fogsz épülni. Na, így lehetne épülni, hogy Isten rátesz terheket, épít tovább. Egy család hogy épül? Lesznek gyerekek, de azt föl kell válni a felelősségét ennek, a szülőknek. Akarsz növekedni a hitedben? Akarsz növekedni az elhívásodban, a szolgálatodban? Akkor vedd komolyan, köteleződj el. Kis csoport nélkül, házi csoport nélkül nincsen igazából lényeges növekedés. Nem válasz szolgálatokat, nem állsz bele, nem lesz növekedés. Nem tud Isten megállni. Minek áldjon meg? Minden kegyelmedik haszonra, építésre adatott. Minek adjon neked Isten ajándékokat, csak azért, hogy legyen. Olyan leszel, mint egy jó kis orosz ezredes, vagy tábornok, idáig érő plecsnikkel. Ilyen ajándék, olyan ajándék, jó. Csak éppen soha nem voltál harcmezőn, kiváló szocialista munkás voltál, minden fél évben kitüntettek, vagy magadat kitüntetted. Na érted, de nincs teljesítmény. Valaki meg nem plecsnizi ki magát, azt mégis mindenki ráhallgat, meg ráfigyel. Nem? De erre mondom neked, hogy Isten legyen az, aki tekintélyt ad és meggyőz. Egy hölgy nagyon fontos. A házasságban ugyanígy fontos. Az anyaság az, hogy gyerekeket nevelhet, hogy ott lehet, hogy támogathatja a családját. Ez egy akkora hivatás, érted? Egy olyan ajándék, egy férfi ezt nem tudja átélni, mert nem szül. Egy nő igen. És csak látjuk kívülről. Vágyakozunk beletekinteni. A fájdalmakban nem, de tehát ebbe a csodába azért igen. Egyfajta kapcsolat, ugye a gyermekkel, vagy ami ott van az anyával. Ez egy olyan belsőséges dolog, hogy mi férfiak ezt nem látjuk. Bocsánat, látjuk, csak nem éljük úgy át. Értitek? Megvan a helye mindenkinek a gyülekezetbe. Megvan a helye minden ajándéknak a gyülekezetbe. Csak minden legyen a helyén, minden legyen szépen. Minden így legyen, ilyen bátorító módon. Ezt mondja Pál. Nézzétek, és így fejezi be, hogy ezért tesém, törekedjetek a profétálásra, hát de viszont a nyelveken való szólás se akadályozzátok. Azonban minden illendően rendben történjen. És a záró gondolat, a következő fejezet pedig így kezdik, mert eszetekbe jutatom az evangéliumot. És ha az evangéliumtól nem térünk el se jobbra, se balra, ez van, ez járja át a szívünket, akkor az mindig segít helyén tartani az értékeket. Hogy a másikat ne tartsam kevesebbnek, vagy többnek, hogy érezzem a helyemet, érezzem azt, hogy mennyire értékel az Úr, mennyire fontos vagyok, szóval mennyire szeret, hogy mit adott oda értem, és hogy mindez Jézusért van, hogy őt emeljük föl. Ez az ő teste, a gyülekezet. Én nem akarom Jézust megbántani. Nekem fontos, és jó, hogy engem is belevesz az egészbe. Na, hát tudom, hogy ez egy szárazabb rész a Bibliából, de úgy gondolom, ez egy nagyon fontos rész, hogy ezt meg kell értsük, mert sok megütközést kelthet az életünkbe. Még egyszer. Nem beszélhetünk kegyelmi ajándékokról, hogyha valaki nem adta át az életét az Úr Jézusnak, nem tért meg, nem született újonnan. A Szent Szellemisten nem tud benne lakozást venni addig teljesen, ameddig nem adja át az életét fenntartás nélkül, feltétel nélkül Istennek.
Valaki ez megtörtént, és betöltötte a Szent Szellem, gerjednek föl benne az ajándékok. Lesz egyre világosabb az elhívás, és az ehhez kapcsolódó ajándékok. Ez fontos. Tehát, föltehetjük a kérdést, és azt mondja a Biblia, hogy a gyümölcsei sokat árulkodnak a fáról, hogy milyenek a gyümölcsök. Az az ember, aki nem tért meg, nem született újonnan, nem szólhat nyelveken, és nem profétálhat. Tehát, pontosabban ez kizárt dolog, hogy az úrtól lenne. Érted? Ha valaki mégiscsak azt vesz észre, hogy ja, várjál, még folytatom, hogyha valaki tehát nyelveken szólna is, vagy profétálna is, de nem látszik a gyümölcséről, hogy ő egyre jobban hasonlítana Krisztushoz, egyre erősödne a hite, akkor ez nem Istentől van. Akkor valami más forrásból van ez az ajándék. Uram, uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Üztünk ki a dögöket? Gyógyítottunk? Távozzatok tőlem, mert sohasem ismertek benneteket, ti gonosztevők. Hát de profétáltunk, ördögöt üztünk, nyelveken szóltunk. Nem ez a lényeg, hanem hogy Isten milyen teret kap az életünkben, és mennyire tud bennünket formálni és alakítani. Értitek? Honnan szólhat akkor valaki nyelveken, hogyha nem tért meg, vagy rendezetlen az élete? Két forrásból. Vagy emberi erőlködésből, pszichésen, vagy démonikus forrásból. Nem kell megijedni, hogyha most magadon észreveszed ezt, hogy volt egy ilyen, nem is, hogy. Lehet, hogy csak pszichésen. Mivel ez egy elvárás volt, mondjuk egy karizmatikus közösségben jártál, vagy ilyen a családod, és elvárták azt, hogy na most már itt az ideje, hogy bemerítkezzél, de ahhoz még kéne nyelveken szóljál, meg mit tudom, és oda elkezdted magadra erőltetni ezt, vagy mondták neked ezt a humbugságot, hogy most kezd el mondani ezt, meg csinálj így, meg csinálj úgy, és akkor majd. És próbáltad ezt magadba beleszugerálni, és csinálni, de igazából nem megy, és nem változol, és nem lettél érettebb hívő. Valószínűleg pszichés. Ennyi. Hagyd el, ne erőlködjél, szabadulj föl arra, fogadd el, hogy Isten lehet, hogy nem adta ezt az endékot, vagy ha meg akarja, akkor majd adja. Érd meg a teljességet Krisztusban, és ne erőlködjél butaságokon, nem ezt tesz téged hívővé. Érted? Ha hívő vagy, lehet ilyen ajándékot, de ez nem tesz hívővé. Ugyanúgy a bemerítkezés se tesz hívővé senkit, vagy gyülekezetbe járás se. De ha hívő vagy, akkor megteszed, akkor jársz. Érted? Vagy lehet ördögi forrástól. A démonikus forrásból van, akkor viszont jönnek a jelek. Nem fogod magad jól érezni egyetlen egy gyülekezetben sem. Nem tudod elfogadni magad fölött a tekintélyeket. Nem tudsz megbocsátani. Hordozgatod magadba a keserűséget, az indulatot, a meg nem bocsátást. És ez árad, ez ömlik belőled. Szeretsz kontrollálni másokat. Szeretsz te lenni a középpontba. És ez egy jó ürügy a nyelveken való szólás, és hogy föltűnj, kitűnj, magadat többnek gondold, második áldásba részesültnek gondold, vagy valami bármi másnak. Hát ez akkor tudti, hogy démonikus. Itt komoly megtérésre van szükség, szabadító szolgálatra, bűnvallásra, és kérni az adat, hogy szabadítson meg, és hagyj fel ezzel a gyakorlattal, és kérj meg segítségként vezetőket, imádkozzanak érted, segítsenek ebből megszabadulni, és helyreállni, és kitisztulni ebből. És hiszem azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy betöltsön, helyreállítson, megerősítsen, és akár egy helyes ajándékot is jól adja neked. Na hát, ez csak azért mondtam el, mert ez egy megosztó dolog. Profétálás is nagyon divatos ma, meg ez is, de fontos, hogy a hit szabályai szerint tegyük ezt.